Több év kihagyás után szerveztek ismét fogadhajtó versenyt Ozorán. A program igazán sikeresnek bizonyult, olyannyira, hogy a vármegye határain túlról is érkeztek nevezők. 1-es C kategória, Póni C kategória, 2-es C kategória és 2-es D kategóriában lesznek számok, meg a délutáni versenyszám a vadászhajtás. A közeljövőben is a terveink az, hogy ezt szeretnénk évről évre fejleszteni, minél megfelelőbbé tenni a körülményeket a hajtók részére is. Ozorán többen is lovaznak. Nagy Péter szenvedélye egész családokat rántott magával. Megmondom őszintén, hogy nem olyan fényesen sikerült, nagyon keveset sikerül hajtanunk, de már ennek is örülünk, hogy itt lehetünk. Péter kezdte el a lovazást Ozorán, és a fiamnak nagyon jó barátja volt, és ő által estünk bele ebbe a lovazásba. Annyi a különbség, hogy mi kislóval, ugye pónival, azóta is versenyzünk, kisebb-nagyobb sikerekkel, 4 ló van, most már régebbiek, ugye, amivel kezdtünk, kiöregedtek, fiam most már ő hajt, én csak segédhajtó hátra kerültem jó pár éve, 5 éve körülbelül. Mint az korábban elhangzott, a mostani versenyre még Borsod vármegyéből is érkeztek. Az ottani lovasok régóta ápolnak jó viszonyt ozorai sporttársaikkal. Kapcsolatban Nagy Péterrel, barátommal, a fő rendezővel nagyon jó barátságot ápolunk, aztán meghívott a versenyre még nyár elején, és akkor be tudtuk nézíteni, és így el tudtunk jönni hozzá. Gyerekkorunk óta lovozunk, tehát úgy a családban, nagyapám, anyum, mindenki lovozott, és mi is lovozunk, fiam is lovozik, mindenki. Nagyon szuper, nagyon jó minden, reggel egy picit megijedtünk, nagyon nagy vihar, jég, eső, mindent ígértek, abból nem lett csak eső, de most szuper az idő, már nagyon is meleg van, lehetne egy picit idegebb. A fogadhajtás nézői között ott volt Ozor a polgármestere is. Ő azt mondja, hatalmas összefogás eredménye az, hogy a rendezvényt több év után ismét meg tudták tartani. Ez csak is az összefogás eredménye. Én is rendkívül boldog vagyok, hogy ennyien összejöttek, és több mint 40 nevező van. Úgy látszik, hogy ez a fogadhajtó, ez még egy igazán nagy réteget vonz, és tart össze, ami már ugye a mai világban nagyon fontos, hogy minél több közösséget tartsanak össze, és tartsunk össze. Nekünk is ez a legfontosabb célunk. És itt most két képviselőmnek sikerült ezt olyan szintre megszervezni, hogy ország több pontjáról érkezett ide fogadhajtónk. És a másik nagy öröm az, hogy ezek a díjak, amiket ők ezért kapnak, szinte jelképes, amennyit ugye mondhatni azt, hogy hobbiként ugye ráköltenek erre. Tehát ez is azt tükrözi, hogy milyen az összetartó ereje egy-egy közösségnek, és az, hogy több év után nekünk ez ismételten sikerült, ez a falunak is azt gondolom egy jó, hiszen az anyagi helyzetünk az most nem a legmegfelelőbb, és nem a legkedvezőbb, de ez azt, hogy ezt az rendezvényt meg tudtuk mi gyakorlatilag valósítani, ahhoz nagyon sok támogatás érkezett, és nagyon sok olyan nem csak anyagi, hanem fizikális segítségben is, hogy én ezért nagyon hálás vagyok, és külön megköszönöm a képviselőimnek ezt a rendkívül alázatos szervező munkájukat. Az ozorai lovasnap tehát ismét összehozta a helyieket.